Ain't no way. Sziasztok, srácok, és üdv újra itt a csatornán, mint ahogy látjátok ott, már elég sötét van, hajnal 2 óra, 51 van, úgyhogy nagyon kell sietnünk. Biztos emlékeztek arra a videóra, ahol egy vadidegen ember rám írt, és arra kért, hogy menjek ki hajnal 3-kor a legközelebbi játszótérre, és keressem meg ezt a dobozt, és akkor ki is fog derülni, hogy ki ő valójában. Úgyhogy most ezt fogjuk megtenni, úgyhogy nagyon kell sietnünk, még... Na ne, hagytak neki egy játszótéren egy dobozt, tele misztikus dolgokkal. Hajnali 3-kor kell oda menni érte kizárólag akkor. Én nem is gondoltam, hogy lesznek ilyen 3 AM challenge videók Magyarországon is, de elért ide is, 2 napja. 2 napja elért ide is, ami már 3 éve nem menő külföldön. Most elért ide is, Sondi Makeup megcsinálja nekünk. Nagyon jó videó lesz, előre érzem. Viszek mindenféleképpen egy elemlámpát magammal, hogy lássunk valamit, mert ahogy mutattam, korom sötét van, semmit nem fogunk látni. Na de mindegy, let's go, siessünk. Na Nikó, ha már felöltözöttem. Kösz szépen. Hogy látjátok, úgyhogy akkor let's go. Oké, srácok, én még a kertből sem mentem, pidej, már itt félek. Ne! Ne idd meg az Among Us Potion-t! Jaj ne, jön az Among Us Potion, úristen, meg fogom inni! Jaj! Szusz! Hát srácok, ez nem lesz valami professzionális videó, kb. Semmit nem látok. Lehet, hogy előnyös lenni, ha nem egy krumplival vennél fel. Meg hogyha nappal csinálna. Ez a kettő sokat segítene a videó minőségén, de mindegy. Úgyhogy, bocsi, bár mondjuk a többi videóm se túl professzionális, így... Legalább self-aware. Egyébként sminkelnem se kellett volna. Hűha. Hát igen, a smink az látszik itt amúgy. Ez a kedvenc képkockám a videóból, mert ezen konkrétan semmit nem lehet látni, tehát fekete az egész. Kedvenc részem, le is írom mindjárt, egy percnél volt a kedvenc részem. Erre felé még van valamennyi világítás, de... Kiebb már ennyi se szokott lenni. Nikóka, gyere anya mellett! Gyorsan tudjuk le, aztán menjünk ott aludni. Nagyon közel van amúgy egy játszótér kb. 2 utcára. Ez female Elek, Robi, amúgy. Ezt jól érzem. Soha ne hív fel ezeket a számokat hajnali 3-kor. 3. rész. Ebből már csinált 3 videót. Mi a f***om ez b***d meg? De 2 utcára van egy játszótér, hogy oda fogunk menni, és akkor reménykedünk a legjobbakban. Onnan még hamar haza is tudunk futni. A Nikó, mert én nem. Nagyon dobog a szívem. Menjünk már, fiam, gyors. Hát szokott az embereknek általában. Török ábelbátítes reversed. Ja tényleg amúgy igen, itt full fekete képet, meg full fehér. Megérkeztünk a játszótérre, korom sötét van. Most próbálok körbenézni. Próbálok ide a bokrok alá is benézni. Meg úgy gondolkodni, hogy mégis hova lehetne rejteni egy ilyen dobozt. Na hol van? De... Nincs nagyon semmi egyenlőre. Egyre izgibb. Hol van a doboz? Imagine, kajak, kivitték a dobozt, visszamentek érte később, és nincs ott. Milyen doboz? Hát ezt a dobozt, ezt ott hagyta neki valaki, egy titkos üzenetet küldött neki SMS-be. És megmondta, hogy a játszótéren lesz egy doboz, és akkor kiderül, hogy ki küldte az üzenetet. Ez nyilván megtörtént események alapján van. Hát a kutyája volt az. Nem tudom, hogy merre induljak. Már mindjárt neki megyek valaminek, annyira sötét van. Most már én is. Oh, itt van valami. Én ezt nem tudom állni, hogy ő megvágta ezt a videót, és nem érezte, hogy szánalmas. Na eddig ezt az egy zsebkendőt találtam itt. Kukába. Nyilván... Miért behányok? Innen érzem a szagát. Itt van egy ilyen játék, de ahogy benéztek oda, ott sincsen semmi. Bazsi 15 mondja, a legjobb benne, ha a kutya húgyozik XD. Hát igen, ott megtörtént a content. Nem jövünk itt tovább, és akkor... És mozog a hinta. Ezt nem ő mozgatta meg. Lehet, hogy volt itt valaki. Arra, elment. Nikó. Kirázott a hideg, és szerintem nem azért, mert ijesztő videó amúgy. Ott a doboz. Nem látok itt senkit. Senki nincs itt. Senkit nem látok. Oké, vegyük fel a dobozt, és menjünk innen a... Bo. Hallottátok ezt? Gyerekek, készültem, hoztam egy szatot, itt a doboz. Menjünk gyorsan haza, Nikó, gyere már! A hinta még mindig mozog, komolyan mondom nektek, hogy mindig mozog az a hinta. Nem láttam senkit. Talán azért, mert meglökted. Tényleg senkit se láttam, elment, pedig azt hallanom kellett volna. Azért oké, hogy nem lát semmi, de azért valamennyit, na, legalább sejtettem. Az a baj, hogy ez az a szintű content, amire nincsenek szavaim. Elállt a szavam, vágod. 7 embert is lájkolta. Nem, hogy? Ki, milyen korosztály nézi ő? 1 évesek? És 40 ezer feliratkozója van, igen, látom. Elszomorít. Elfut vagy elmegy, vagy mi a szar?
Nagyon jó. Tényleg a legközelebbi játszótéren volt. Egy utca és otthon vagyok. Otthonról majd jelentkezem, sziasztok! Na srácok, haza is értem, és itt a doboz. Ti hallatok benne valamit? Mert elég olyan, mintha üres lenne. Lehet, hogy ki kell bontani. Baj? És akkor megtudod, hogy mi van benne, nem? Én szerintem, hogyha kibontasz egy dobozt, akkor kiderül, hogy mi van benne, de ez csak egy tipp. Ez is csak egy tipp. Nem tudok olyan profi tippeket mondani erre a videóra. Nem tudnám elmondani, hogy hogyan tudna javítani ezen a videón, mert itt nem tudok sajnos építőkritikát mondani. Lehet, hogy van benne valami? Nem nagyon tudom eldönteni, hogy mintha valami kis pici valami talán mozogna be. Kíváncsi vagyok, hogy mi van benne. Szerintem rázogasd még egy órán keresztül, és akkor talán kitalálja mindenki már, hogy mi van benne. Na, egyébként nagyon félelmetes volt, mert hallottam hangokat, meg minden, nagyon sötét volt, nem túl sok mindent láttam. Aztán meg ahogy ez a hinta ott megmozdult, hát mintha valami rossz horrorfilm lettem volna. Akkor meg picit örültem, hogy ott van a Nikon, vagy egyébként a Nikon nélkül szerintem én nekem kiugrott volna a szívem a helyről. Úristen, ilyen csak a filmekben van. Ja, úgyhogy hát nem tudom, hogy van-e kedvetek hozzá, hogy ezt kinyissuk, és meg... Nem, majd a következő videóban kibontja bazd meg, ezt nem hiszem. Nézzük, hogy most tényleg van-e benne valami, vagy csak behalucinálom. Komolyan mondom, el sem tudom képzelni, hogy mi lehet bennem, de esetre írjátok fel meg kommentbe, hogy szerintetek van-e benne valami, és hogy igen, akkor mégis mi lehet az. És azt is írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e, hogy ezt egy következő videóban kinyissuk. Ja, meglátjuk, hogy ott szavazzátok meg, ott lesz a kommentben az igen vagy a nem. Lájkoljátok azt a kommentet, amelyiket szeretnétek, és akkor találkozunk majd egy következő videómban. Sziasztok! All around me are familiar faces, worn out. Azon gondolkodok, hogy őt öljem meg, vagy magamat. A Minecraftba. Ez gyötrelem. Ezzel a videóval szerintem kínozni lehetne. És mosolyog a végén, és integet vágod, hogy majd jöhetne like, és jöhet a kövi rész. Hát mi van a dobozba? Legyen doboz? Igen, nem. Itt kell, kommentbe kell írni. Lájkolni kell a kommentet, és írni igen legyen, és mindenki írja igen. Igen, te vigyázz magadra, én vittem volna kést is. És elhiszik a gyerekek, geci. Fel kell tennem a kérdést, hogy ez amúgy mennyiben másabb, mint mondjuk a Cartoon Network. Csak hogy egy kicsit mellette is érveljek, és megvédjem a sajt. Erre kell várnunk, meg hogy mi van a dobozba, geci. Én nem bírom, én nem akarok már úgy lefeküdni, nem tudom meg, hogy mi volt ebbe a dobozba, amúgy nem tudom, hogy vagytok vele. Ja, a gyerekeknek a nagy része a szüleidnek az akuntjára kommentel, hát persze. Horváth Istvánné odaírja, hogy jó lett a videó, ment a zöld pacsi. Tényleg, ez már az a fajta dolog, amin én nem tudom eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek. Túl buta. Nem. Okos. Az a baj, okos. Tudja? Ő is tudja ezt. Nagyon jól tudja, hogy hogyan lehet a gyerekeknek ilyen undorító tartalmat gyártani, csak azt sem értem, hogy nem szégyeli magát. Ezt így a saját arcommal én nem csinálnám meg. Tehát ez olyan kibaszott megalázó, hogy ennyire lebutított saját magadat a videó kedvéért. És ezt az Elek Robinak is, meg ennek is mondom, neki, bocsánat. Miért? Erre miért van szükség? Azért, hogy pénzed legyen. Megéri. Havi 200-300 max. Nem tudom, hogy mennyi videót tölt fel, amúgy nem tölt fel annyira sokat mondjuk, mint én mostanában. Szóval legyen havi 250 a fizetése, jó? Egyezünk ki abba, 8 perc pluszos videók, nekem is kb. Ennyi amúgy, abból tudom. Tehát havi 250-ért, esetleg 3-ért megéri ez. Lessünk bele a telefonszámosba. Már meg van nyitva, tesó, előtted járok. Sziasztok, srácok, kis üdvúra itt a csatornán. Ez a videó egy nagyon különleges. Hát ez tényleg nem az. Ez már a harmadik része ennek a sorozatnak, pont ahány körmön van. Na, az első telefon... Úristen, geci, erre a transitionre szükség volt. Tökre lejárt, mert már nem aktuális. Nem tudom, hogy néztétek-e a Stranger Things-et. Én egyébként nem úgy, hogy fogalmam sincs, hogy az mit jó, hogy sorozat, én úgy tudom, de hogy... Zavar, hogy affektál. Szokd meg, a gyerekeknek így kell beszélni. Csak én ezt nem tudom vinni. Én sajnos, mert egy livestreamben órákon keresztül így beszélnék, valószínűleg 20 perc után meg akarnám ölni magam. De így csak egy óra után akarom, szóval... Hogy miről szól, azt nem tudom. Majd írjátok meg, hogy jó-e egyáltalán. Felhívja a Demogorgont. És elméletileg van egy telefonszám, amit hogyha felhívsz, akkor az egyik szereplő, valami Murray Bauman, nem tudom, hogy hogyan kell kiejteni, szóval ő fogja felvenni, és elvileg spoilerezik a negyedik évadból, de hát nem annyira aktuális, mert a negyedik évad az már kijött, úgy gondolom, hogy már mindannyian láttatok, de azért... Azért nézzük meg, hogy működik-e a telefonszám. Egy éves telefonszám trendről beszélünk, hogyha volt ilyen trend egyáltalán, nem tudom, hogy ez mi. Be fogja írni azt, hogy 666 és beszélni fog az ördöggel. Tesó, hogyha ez megtörténik, akkor én lehet, hogy még most megadom magam streambe. Minecraftba. Telefonszám pedig ugye Amerika, tehát
Ez is simán plusz egy. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed, okay? Wow, cool. Tényleg volt egy ilyen. If this is anyone but my mother or Joyce, well, vajon érti? Amúgy, vagy csak így néz rá, mintha ijesztő lenne, mert a gyerekek úgyse értik azt, amit mond az angol fickó a Stranger Things-ből, szóval nem tudja. Szerintem a csaj se érti, de nem tudom. Nem az látszik a tekintetében, hogy vágja a sztorit. You are simply one of the many, many nimwits to call here, and the closest you will ever get to me is this pre-recorded message. So, skip it up and dial up. Because they've been octopus dead. Do me a favor. Hang up and never call here again. You are a parasite. Thank you and good day. Sorry, this mailbox is full and cannot accept. Csak most örülök, hogy nem tudok angolul. Úristen, geci. Ilyen nincs. Elvágom a netkábelt. Annyira tudtam. Éreztem. Ki volt ez az arrogáns bunkó? Ez számomra nem félelmetes volt, hanem oda mennék is leboxolnám, eléggé arrogáns. Írjátok már meg légy a kommentben, hogy kedvehető karakter volt ez az űrge, vagy nem? Mert... hát nálad biztos, hogy kedvehetőbb karakter. Ezt lemerem fogadni. Nem úgy néz ki. Na mindegy, ettől még fogok tudni aludni éjszaka, bár ezek a nevetések. Emlékszetek arra az első videómra, amikor egy bohóc szólt bele? Meg kellene próbálni újra, hogy most vajon tényleg felveszi-e a telefont. Próbáljuk meg akkor azt a számot megint. Hát, ha most fel fogja venni, nem akarom felhívni, annyira rossz. No, you've reached Sprinkles the Clown. I'm not here to take your call. Leave me a message, I'll call you back. Hát csak most se tudta felvenni a telefont. Szerintem egyébként soha nem veszi fel senki, ez csak egy ilyen rögzítő, ami bekapcsol, lehet a független. Azért lemondta a következtetéseket, szerintem ő Sherlock Holmes amúgy. Nem ajánlom ezt a telefonszámot továbbra sem nektek, mert tudko fix, hogy nem alszotok. Remegő hangon nagyon félve azt fogja mondani, hogy segítség, segítség, Suzi meg fog halni. Úgyhogy most ezt a számot szeretném kipróbálni, nagyon kíváncsi vagyok. Ellenőrizze a számot és próbálja meg újra. Aha, ezt egy nő vette föl, aki azt mondja, hogy nem elérhető a szám. Ez vajon mit jelenthet? A telefonszám, amit Christopher Bloodworth, nem tudom kimondani. Hát ezen már meg se lepődök. Kamerán van egy ilyen gomb, amivel le lehet kapcsolni felvételt, vagy telefonadom. Azt nyom meg. Ő egy horroridó, és ő hozta létre ezeket a telefonszámokat, és most az egyiket fel fogjuk hívni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Remélem emeldíjas. Gondolj bele, hogy ez, hogy valaki beleüvöltött egy hangrögzítőbe, ezt ő meghallgatja, és 10.000 forintba kerül neki. Mi a szar volt ez a telefonszám, valami olyat értettem, hogy 1, 7, aztán még nem tudom, hogy mi volt ez a hang. Olyan hangja volt, mintha valami elektromos fűrészt indított volna be, vagy valami fű... Ez a 1 meg a 7, ez tuti valami rejtett kód, mit jelenthet? Ezek számok, srácok. Nem tudok angolul. Ez a csaj kezet felkhet Elekrobival, agyilag egy szinten vannak. Hát szerintem ez még rosszabb is. Elekrobitól is lefagy az agyam, de ez valahogy még rosszabb. Oh, what the fuck? Ha nem először ezt a videót, akkor még jobban félnék, most már van benne rutinom. Itt kezdődik a probléma, hogy ezt a videót többször is megcsináltad, és harmadjára is megcsinálod, mert már van benne rutinod. Itt kezdődik a probléma, hogy rutinod van benne. Tetszett nektek, kélek, iratkozzatok fel. Olyan ezektől is én ki vagyok, és végig azt fogom nézni, hogy áll-e valaki ott az ablaknál. Na jó, szóval ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ember nincs, aki őt el akarná rabolni, bazzeg. Megmutatná a saját videóit annak, aki fogva tartja, és így azt mondaná, hogy menj innen, hallod. Innen még csipegessek? Nézzek még egy videót? Soha ne keress szellemet hajnali 3-kor. Soha ne kérdezz ezeket éjjel a Siri-től. Soha ne töltsd le ezeket az appokat éjjel 3-kor. Soha ne töltsd el egy éjszakát a fürdőben egyedül. Nikó, a kiskutyám irányítja a napom. Soha ne nézd meg ezeket a TikTok videókat éjjel 3-kor.
Soha ne játssz ezzel a játékkal hajnali 3-kor! Sziasztok srácok, és üdv újra itt a csatornán! Ebben a videóban egy félelmetes játékot, vagyis egy ilyen felmérést fogunk együtt megcsinálni, kipróbálni. És hát egy asztalnál ülünk, ez a fal elég... Ez hány FPS? 3 óra. Nem mozog a játék! AM. Ez egy diavetítés? Az hajnal 3 óra. Nálam is 3 óra 24 van. Nem tudom, honnan tudja, de... Lehet, hogy onnan, hogy a Windows kommunikál a játékkal, és a játék tisztában van azzal, hogy mennyi idő van a Windows-otba beállítva. Vagy ne adj Isten, egy netes szerverről grebeli le, hogy mennyi az idő. Nem. Nem. A szellemek voltak. A szellemek elmondták a játéknak. Szép a napod, vagy jól telik a napod? Hajnal 3 óra van, szóval maximum az éjszakám telhet jól. I am perfect English, de azért, hogyha valamit nem tudok, akkor a Google fordítóban fogunk fordítani. Az előbb még azt mondta, hogy nem tud angolul. Mert a legjobbakkal is megesik, hogy valamit nem tudnak, ugye? Kár, hogy te nem vagy közöttük. Ami gondolom azt jelenti, hogy nézzünk itt körbe egy kicsit. Ez hogy lehet? Itt saját magára reagált. Tudom, hogy akarom-e. Én még azt is álltam képzelni, csak letöltött egy gameplay videót erről, valami szar konverterrel, elbaszódott, és úgy volt vele, hogy ezt tudja, így volt fel YouTube-on, és felrakta. És csak kommentálja azt, hogy valaki más játszik. Én még ezt is kinézem belőle, hát ez nagyon-nagyon gyatra. Have you ever had a panic attack? Volt már valaha pánik rohamod? Körülbelül... Pánik támadás. Másodperccel ezelőtt? Itt tudja, hogy... Igen, nyilván tudja, hogy mi az. Egy másodperc ezelőtt volt neki. Finge sincs arról amúgy, amiről beszél. Csak hogy létezik és beszél. Jön ki a szar a szájából és nem gondolkodik. Nincs agya. Csak beszél. És így csinálja videókat. Ez hogy létezik? Hogy kap levegőt? Hogy tud egyszerre beszélni és levegőt venni? Nem értem. Hogy van rá egy kapacitása? Do you find yourself questioning your existence? Ez franciául volt. Nem tudom, nem ilyen. Bejük a Google fordítóba, hát ott valami fiat. Azon kapod magad, hogy megkérdőjelezed a létezésedet. Hát ez nem segített sokat. Nem látom a fényt a szemében, hogy most már érti, miről van szó. De ez a Google fordító, ez nem segített semmit. Csak még jobban összezavartuk szegényt. Ez most arra gondol, hogy volt-e már olyan, hogy megkérdőjeleztem a létezésemet? Ez nehéz kérdés. Szerintem egyébként ezt már kb. Mindenki feltette magában ezt a kérdést, vagy valójában ki vagyok én, vagy miért vagyok itt, vagy... Szóval ezen a földön, úgyhogy ha erre gondolnak itt, akkor itt most én az igen válaszra fogok menni. De milyen jól megfogalmazta, hogy miért kell az igenre kattintani azért. Ez jobb, mint a Lekrobi. Igen, amúgy sokkal butábbnak tűnik. Lehet, hogy csak megjátsz, nem tudom, de ezt lehet, hogy nehéz lenne megjátszani. Lehet, hogy rájátszik, de én nem tudom elképzelni, hogy ő mondjuk egy atomfizikus lenne valóságban. Meg ő gyorsan beszél, amúgy igen, ő valószínűleg Whisperton fogyaszt, és nem Elekrobit. Mert az Elekrobit az csak másfélszeres speedbe lehet végignézni, ezt egyes speeden is lehet nézni, szóval jobb, több inger éri az embert. De általában az összes a szánalom szokott lenni ebben a videóban, de mindegy, legalább jönnek ingerek. Létezik Isten, és én egyértelműen hiszek benne. Amióta egyébként hiszek benne, azóta szoktak velem jó dolgok is történni, úgyhogy most is nagyon hiszek benne, remélem, hogy megóvattal, hogy bármi gondom legyen. Tényleg olyan, mintha Lekrobi lenne. Ő is ugyanilyen fasságokat mondana. Jaj, ne! Leesett a TikTokom, ezt tudja azért volt, mert nem hiszek Istenben. A kérdés az, hogy saját akaratomból válaszolom meg ezeket a kérdéseket? Lenne jó ötletem, hogy milyen YouTube videót csinálják, akkor nem valószínű, hogy most ezzel a játékkal játszanék, de itt azt hiszem, hogy az igenre kell kattintanom. Do you have any enemies? Ezt most ki kell Google fordítoznom. Nem mondod komolyan. Nem akarom azért sémelni, mert egy nyelvet beszél, de hogyha az az egy nyelv, amit beszélsz, az a magyar, az nem viszett túl sokra a valóságban, ami nem az interneten kreált 8 évesekből álló buborékban van. Á, ellenségeim! Most így konkrétan ellenségeim végül is nincsenek, de elég sok olyan ember van, gondolom, aki nem bír, vagy akivel így nem vagyok jóban. Vajon miért? Én most már tudja, az ellensége vagyok. Hát most így elmondom a véleményem róla, és megmondtam róla a véleményem. Az, hogy nem csak a videót mondtam, hogy szar. De hát mindegy.
Ha hirtelen eltűnnél, lenne valaki, aki keresni kezdtele? Én lennék az első. Mondanám, hogy nincs új Sandy make-up videó, hol van? Tess, és valakinek be kellett, hogy jöjjön ezzel az ajtó. Várj, jól látom. Actually filter van. Fogfehérítő filter van az egész videó. Látszik a kezén egy csík. Ott. For real. Do you know what's happening? Hát, szerintem ő alapból sem. Nem? Elják, Robi lesz az ablakba, figyeld! Nézz körbe. A szoba. Az ajtó. A számítógép. Egyik sem igazi. Na, ezt már... Nem tudom elolvasni, és nem is értek angolul, de ez nagyon gyors. Hát srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és velem együtt izgultatok, vagy féltetek. Szét akarom ütni a képernyőt! Erre nincsenek szavak, komolyan mondom. Ez egy nagyon rossz ötlet lesz ez a videó, és szerintem nem is gondoltam át, de mielőtt még átgondolhatnám, szerintem csapjunk is bele, ugyanis 24 órán keresztül... Vágod, én nem azért akarom nézni ezeket a videókat, hogy rászálljak a csajra. Kajak, nem tudom elhinni, hogy létezik ilyen, vágod. Actually, a szervezetem nem képes elhinni azt, hogy ez megtörténhet, hogy valaki ilyen videókat csináljon, és ennyien megnézzék. A világ leghosszabb műszempilláját fogom viselni. Ez valószínűleg nem a leghosszabb amúgy. Ez nem tűnt olyan hosszúnak. Ez egy 10 centi volt maximum, szerintem az nem olyan nagy. Vagy, de srácok, ez nagyon nagy. What the fuck? Szent fasz. Allergiás vagyok a jó kontentre. Nikó, fiam! Nikó, megmutatod magad? Nikóka? Hát szerintem a kutyának tényleg elege van amúgy. Jaj, anyának a kisfénye. Nem lennék ez a kutya. Most jött egy kis délután, csendes pihi. Később fogunk... Csendes pihi? Hát ez minden csak nem az. Fiam, én nagyon fáradt vagyok. Nikó! Nem úgy néz ki a kutya, mint a gélvező, egyáltalán nem. Bámuljál így! Ennyire nem ciki az anyád. Vagy de? De. Ezek szerint de. Romániában szoktak fürdeni, csak nem románok, hanem az erdélyi magyarok. Erre én azt írtam, hogy jaj, de fáj Trianon nekem, úristen, mindjárt meghalok, annyira fáj. És erre kaptam egy olyan választ, hogy fúj, bazd meg, na így kell 5-6 millió elnyomott embert magadra haragítanod. Ha az ilyeneken múlna, már nem is létezne külhoni magyarság, amúgy ettől függetlenül jó videó lett. Ez egy érzelmi hullámvasút, ez a komment, bazd meg. Három különböző érzelem volt bennem, míg elolvastam. Már itt állnak a házam előtt vasvillával az erdélyi magyarok, hogy azt mondtam, hogy... Nem is tudom, mit mondtam. Ja igen, Romániának hívtam Erdélyt. Mert az! Vagy az volt a bajuk, hogy azt mondtam azt a point, hogy Romániában nem fürdenek az emberek, és nem emeltem ki, hogy az erdélyi magyarok igen. Lehet, hogy ez a bajuk. Nekem nem fáj, Trianon. Szerintetek most én kevésbé vagyok magyar? Ja de, várj, most érzem. De, fáj, nagyon fáj. Úristen, jaj, Trianon, jaj, de fáj. Itt a térdembe. Az a koleszterin! Felesleges spekulálni, mi történt volna, ha... Mert nem úgy történt. Történelem. A történelem egy kurva, nem tudsz valamit csinálni, akkor történt, amikor te nem éltél, szóval el kell fogadni, és kész. Na, császtok! Soha ne bonts ki egy dobozt, amit egy idegentől kaptál. Ne! Megvan, hogy mi van a dobozban! Eddig kellett várni, ne! Itt van Sandy make-up! Egy napja, jó, kibontjuk. Bazzak, 11 perces, geci! Sziasztok, srácok, és üdv újra itt a csatornán! Ebben a videóban most megint itt vagyok anyáinknál, mint ahogy látjátok, de nem erről fog szólni. Végig villogni fog? Nem, jó. A videó, hanem erről. Elhoztam magammal ezt a dobozt, tudjátok, amit múltkor hajnali 3-kor szedtünk össze. A legközelebbi játszótéren, amit egy idegen írt meg nekem. Na, abban maradtunk, hogy megírjátok, hogy szeretnétek ebből még egy részt, hogy kibontsuk, hogy mi van ebben. És meglepő, hogy az összes 5 éves kirá kattintott. Nehogy Isten azt írt, hogy igen. Amúgy én erről akarok videót, és már megvan az előző vod, szóval most hozzácsatolom magam. Itt vagyok a jövőben, eddig kellett várni. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy kitalálja, mit rakjon a dobozba és megmutassa. Amúgy lehet. És szinte mindenki azt mondta, hogy szeretne, úgyhogy most ezt fogjuk kibontani. Nem mondom, hogy itt az utazás nem simlette meg ez a doboz. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi van benne. Valami tutira van benne, mert valami ott csörög. Ja,
Hát amúgy elég boldogan nyitja ki ezt a dobozt, ami ilyen nagyon sötét, idegen embertől, ismeretlentől jött elméletileg. Azt hiszem, hogy sikerült végre kibontanom a dobozt, és akkor nézzünk bele. Na. Actual degen. Egy papír van benne! Nem spoilerezem, de hát nem nézed, egy perc ezt kell tekerni, és akkor ott tartasz, mint én. Egy titkos térkép lesz, lehet srácok, a következő játszótérig. Egy cetli. Egy cetli, egy papír, egy cetli, egy cetli, úristen, ú. Ez egy papír. Na készen álltok, hogy kinyissuk? Én azt hiszem nem. Let's go. Kilátjátok meg először. Megfordítom ő és felolvasom. Hát, szerencsére tükörképes, bazd meg. Megfordítom és... Szerettem volna elolvasni, de most ő felolvas a helyettünk is. Fesd meg a rejtvényt, majd olvasd össze a kezdőbetűt. Még... Az lenne legjobb, hogyha angolul lenne és mondaná, hogy nem érti. És ennyi a videó. Megmondja, hogy mit csináljak. Már megint túráztat, komolyan mondom. Szóval, fesd meg a rejtvényt, majd olvasd össze a kezdőbetűket. Össze kell olvasnunk, akkor a válaszoknak gondolom a kezdőbetűjét. Na kezdjük. Az első. Amit a legjobban szeretsz magadon, mármint én. Ki más? Ezt honnan tud bármit is rólam? Villogó fénybe elkezdve videó. Sziasztok, sziasztok! Kinyitom ezt a ijesztő dolgot, amiben lehet, hogy meghalok. Jó Istenem. Az első kérdésem az, hogy ez az ember ezt honnan tud bármit is rólam? Amit a legjobban szeretek magamon, hát én legjobban magamon a hajamat szeretem, szeretem ilyen, hogy ilyen hosszú, meg egészséges. Úgyhogy akkor írom, hogy haj. Amelyik nyelven a legjobban tudsz? Magyaron kívül. Hát ez a német. Na, német, hogy jobban tud, mint angolul, meghallgatnám. Erre még azt mondom, hogy egyébként bárki tudhatja, mert azért TikTokon elég sokat meséltem arról, hogy a Németországban, meg én beszélek németül, meg ilyenek, szóval ez nem annyira creepy. Amilyen nemzetiségű zenéket nagyon-nagyon szeretsz. Jó, egyébként ez megint egy ilyen dolog. Ki kérdezi ilyet amúgy egy random embertől papíron? Ez mi? A kedvenc smink terméked. Nem márka. Ez egy randi? Igen, ez egy papíros randi. A szellemmel. A gonosz szörnyel, aki küldte neki ezt a dobozt. Kettő van igazából. A pirosító és a szájfény. Ahány körben az egyik videódban maradt? Azt hiszem, hogy a félelmetes telefonszámokat hívok fel videóm harmadik részében mondtam azt, ha jól emlékszem, hogy ez itt a harmadik rész, pont ahány körben maradt. Bazd meg, és pont ezt néztük meg mi is tegnap. Pont azt a videóját, amiben három körben van. Lehet, hogy én küldtem neki a dobozt, bazd meg! Összeértek a szálak. Itt még egy gyurcsányt valahogy bele kell húzni ebbe, és meg lesz, meg lesz. Ahonnan leestél buli közben, és kiment a vállad. Ezt honnan tudja? Bitte was? Csak nem azért, hogy... Ja, tud németül, halljátok? Azért ez kicsit durva, hogy ezt így tudja. És mi lesz, ha kitölti, visszaviszi a játszótérre? Vissza a feladónak? Nem tudom, vágod. Majd meglátjuk a végén. Esett az eső, én meg Converse cipőben voltam, és felálltam a hangfalra, és onnan próbáltam meg örjönni és bulizni. Majd aztán úgy gondoltam, hogy leugrok onnan, csak hogy hanyatt testem, úgyhogy kb... Ja, úgy... Itt amúgy az volt a legfontosabb, hogy milyen cipőben volt, amikor ez történt, ezt figyeljétek. Egy-két hónappal ezelőtt javult meg úgy rendesen a vállam, egészen addig mindig fájdogált, szóval egy ilyen szűmplanyol. Bocsánat, de... Úgyhogy ja, ahonnan leestél a buli közben és kiment a vállam, szabad... bizony egy hangfal volt. Egy elég nagy hangfal. Nem bírta a hangfal a bulit, igen, erre gondolt. Ott látjátok, 8-as, mert... Na várja. Segítek. Fixed. Nézzük, mit tud. Amit legjobban szeretsz magadon, haj. Ahány körmöd az egyik videóban lemaradt, és odaírta, hogy 3. Ahelyett, hogy betűvel odaírta van, hogy 3. A 3-as számának hogy olvasod ki a kezdőbetűjét, ember? A nagy szerelmed vezeték nevének első betűje. Ország, ahova költözni akarsz, ország, ahova nem jutottál el tavaly. Ez ilyen olyan dolog, amit így megkérdeznél a kislány barátodtól általános iskolába, amikor eljátszátok ilyen ceruzákkal, hogy oda tartod a ceruzát így mikrofonként, és hogy interjút csinálsz vele, mert mondjuk, mit tudom én, elképzeltek, hogy ő most egy szépségkirálynő. Nincs is 9-es XDDD. Nincs 9-es, amúgy tényleg nincs 9-es. Ja, tehát ez tényleg olyan, mint amikor egy interjút adsz negyedikbe a barátnődnek, csak úgy
poénból. Ez eszméletlen szállalmas, és nyilván ugyanekkor a korban lévő lányok nézik. A nagy szerelmed vezeték nevének kezdő... De akkor itt is kihagyta a számokat amúgy a videóban? Nem tekerek vissza, nem érnek el. Betűje. Kylian Mbappé? Kylian Mbappé. Akkor egy M. Mbappé-nak ő a felesége. M. Egy M. Kylian Mbappé. Szóval M. Nyilván ő a nagy szerelmem. Ezt is mindenki tudhatja kb. Rólam, mert nem egy ilyen videón van. Ország, ahova költözni akarsz. Ez tök egyértelműen egy E betű, csak hogy egy erről kb. Talán anyának meg a legjobb barátnőmnek meséltem. Hova akar menni? Elekrobi földre? Soha nem mondtam még videóba vagy ilyenek. Ez egy E betű. Ez annyira unalmas, hogy lehet a pokolban ezt is nézetik veled. De én el tudom olvasni. Na ez a lényeg. És akkor most az van, hogy felejtsd meg a rejtvényt, majd olvasd össze a kezdőbetűket. Ez lesz a legnehezebb rész neki szerintem. Hát akkor most ezeknek a kezdőbetűknek ki kellene adnia, gondolom, valamit. Szóval az első válaszunknál volt egy H betű. Eddig jó. A második válasznál egy N betű. Ne! A harmadiknál ugye az alván, tehát egy A betű. Igen. Majd utána hát pirosító vagy szájfény, tehát most akkor ideírom a P-t is, meg az S-t is egymás alá, és akkor meg kiderül. H-N. Aztán egy hármas, aztán a hangfal miatt egy H. Aztán ugye jött a Bari vagy a Sármenség, de ott sem tudtuk eldönteni, hogy melyik, szóval akkor ott is úgy sem, hogy egy B-t meg egy S-t is odaírok, és akkor majd... Várj, ő szerintem nem is gondolkodott ennyire előre, hogy ő tényleg egy rejtvényt csináljon. Szerintem itt az fog történni, hogy beírt random dolgokat, össze fogja olvasni, mi lesz, és azt fogja mondani, hogy ez egy kód, és fejtsétek meg ti. És nincs is kód amúgy, csak így jöttek éppen. Ennyi lesz. De nem, te már még nézted? Úristen. De nevet. De miért kell spoilerezni? Aztán egy hármas. Kedvenc betűm. Ez ki nekünk itt, amit kiadott a kezdőbetűkből, és kéne összeolvasnunk. Hönap, vagy hönasz, 3H, hönap, 3H, busz meg. Holnap 3 óra a busz megállóban, ne, ugye nem? Hönasz, 3H, busz meg. Hönap, 3H. Bleh. A hönap az azt jelenteni, hogy holnap? Mert akkor ezt elbírom képzelni, hogy holnap? És alulvonás Suti mondja, ha pokolba kerülsz, Mannin DC-ről a megnézendő videókat kell nézned. Geci. Az lenne a legrosszabb dolog, amit kaphat. Most akkor megfejtettük a rejtvényt, tehát akkor holnap 3H, busz meg. Akkor ez azt akarja jelenteni, hogy holnap 3 órakor menjek ki a busz megállóba? Megint egy ilyen csodálatos dobozért? Hogy ne tudjunk meg semmit? Tehát most konkrétan játszadoznak velünk, mert ennyi. Ugyanezt akartam mondani, hogy konkrétan játszadozik-e velünk ő? Saját magát beszopatta. Hogy lehet valaki ilyen hülye? Megint kapunk egy dobozt, megint lesz benne egy rejtvény, aztán megint kapunk egy dobozt, megint lesz benne egy rejtvény, sosem... És örökké fogja szerezni neked ez a gonosz ember az Ed Revenue-t a YouTube-ból. Örökké hozza majd az Ed Revenue-t az ilyen 11 perces videókkal, amikben nincsen semmi tartalom. Ja, úgyhogy nem tudom, hogy megéri-e megint elmenni, és gondolom, hogy hajnal 3-ra gondol, nem délután 3-ra, vagy hát ő is ki tudja. Hát írjatok meg a kommentbe, hogy ti elmennétek-e a helyembe, vagy én menjek. Kell is videózzam le nektek. Ja, akkor majd találkozunk a következő videómban. Sziasztok! Öngyilkos hajlamaim vannak. Legyen videó arról, hogy elmegyek a kövi nyomért. Igen, legyen, igen, saját felelősségedre, igen, léci, igen. Kovics, már megint lekéstél, kiderült, hogy mi volt a dobozba, bazd meg. Igen, legyen videó, igen, kérlek, igen, legyen, de vigyázz magadra, legyen, Szandi, legyen, igen, imádom a videóid, igen, léci, please legyen, igen. Várjál. Menjen, mert aládrugok. Mi a faszom ez? Átlagos Fire MC játékos. Alá fog rugni. Bátorságot példakép számomra. Imádom a videóidat. Holnap 3-kor a busz megállóban. Nagyon para! Csak megjátszás. Honnan veszed? Nagyon videó lett, mint az összes többi. Nagyon bátor tőled, hogy ezt végigcsinálod. Én a busz meged egy picit máshogy értelmeztem. Ezeket tényleg emberek írják? Vagy ezeket ő írja másik fiókokról? Vagy ezek botok? Ez real? Gratul a 40 000-hez. Nagyon jó vagy, Szandi. Legyen még videód. Az
Ilyen bátor, gyönyörű lány nem láttam még soha, legyen olyan vidi, amiben elmész a busz megállóba, Cuki, a Nikó, és vidd el magaddal majd, ha mész. Ugyanúgy ír az összes, ugyanolyan emojikat használnak, ez tényleg olyan, mint hogy a saját magának írta volna tök sok fiókról. Vagy mindegyik nézője ugyanolyan infantilis, mint ő, mivel gyerekek. Nem tudom eldönteni igazából. Fix magának írogat. Hát azok a dolgok, amik hogy igen imádlak, meg ilyenek, azokat nyilván nem magának írta, de itt vannak olyan kommentek, amik viszonylag okésen meg vannak fogalmazva, meg nincsen bennük helyesírási hiba. Ami nagyon fura, mert az ő nézői, mert hogy ez a korosztály, ne haragudj, de szerintem nagyon nagy elvárás lenne az, hogy tudnak írni, nem úgy még, hogy helyesen. Na mindegy, ez egy örök rejtély maradt szerintem. Örültem, hogy itt voltatok ma. Én most lelövöm magam szerintem ezután a videó után. Fekete Miklós a VR-ékkal be... What? Lass, tehát így konkrétan átment a celeb kategóriában az influencer. Így, igen. Tehát kezd így összemosódni a kettő. Na, hogyha megérted, hogy mi az, akkor... Császtok, cső. Jó éjszakát, nyomjátok. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, a nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.